aki viszont nagyon sokat tett. Rendhagyó történelmórával kezdődött a megemlékezés az Úbecsei Tánemlékházban. Támmor munkáin keresztül elevenítették fel a 48-as eseményeket. A tavalyi évben már megkezdődött a rendhagyó történelemórának a sorozata, és hát ebből hagyományt szeretnénk teremteni. Éppen ennek okán kaptunk az alkalmon, és úgymond az idei évben március 15-ére, illetve a 48-as, 49-es forradalom és szabadságharc eseményeire szerettünk volna így emlékezni. Korhec Pap Zsuzsanna, a Szabadkai Városi Múzeum restaurátora előadásában a nézők megismerhették Támmor munkásságát a 48-as forradalom alatt. Mivel gyenge fizikuma volt, ezért nem tudott, mint harcoló honvéd részt venni a szabadságharcban, mint négy bátyja, akit csatlakozott Görgei és Bem csapataihoz, hanem mint festő vette fel a kardot, és a tavaszi és a nyári hadjárat emlékezetes csatáit ábrázolja meg. Az óbecsei születésű festő alkotásainak zöme megtekinthető a Tánemlékházban.